Köszöntöm nézőinket, jó napot kívánok! A szeszélyes időjárás adásidőnkre is hatással van, a híradók különkiadással fogja megszakítani adásunkat, ezért a bejelentett programunkat meg kellett változtassuk, hiszen adásunk első felére kevesebb idő jut. Ezért az eredetileg betervezett beszélgetést Székely Ferenc újságíróval egy későbbi adásunkban tűzzük majd műsorra. Ehelyett ma az Erdélyben bóklászva című sorozatunk harmadik részét láthatják nem sokára. Adásunk második felében a március 15-ének szentelt eseményekről számolunk majd be, valamint egy olyan intézkedésről, amely elégedetlenséget szült a természetvédő körében, továbbá a gyilkostóhoz is ellátogatunk, ahol kollégáink hangulatriportot forgattak a már másodjára megszervezett horgászversenyen. Riportjaink sugárzása előtt azonban Váci Kálmán botanikusra emlékezünk, születésének 105. évfordulója alkalmából. A kutató azzal vált a romániai magyar botanika kiemelkedő egyéniségévé, hogy a Románia flóráját ismertető 13 kötetes mű társszerzője volt Nyárádi Erasmus Gyula akadémikus mellett. Az 1949-ben készülő monumentális mű latin értelmezője, a művön dolgozó 17 tudós munkájának ellenőrzője volt. Csupán ezzel a könyvvel beírta volna nevét a tudománytörténetbe, de 1980-ban megjelent 7 nyelvű növénytani szótára világhírnevet is szerzett számára. Egyedülálló alkotása a szakirodalomban a többnyelvű botanikai lexikon, amely több mint 25 ezer botanikai fogalmat és szakkifejezést tartalmaz. 20 évig dolgozott rajta, latin és magyar műszavakat alkotott és vezetett be elsőként. De jelentős volt Váci Kálmánnak a nagy nyilvánosság előtt kevésbé ismert ügyvédi pályája is. Ezen belül 1940. szeptemberében a szilágysági román ellenes atrocitások kapcsán népbíróság elé állított magyar civilek perében vállalt szerepe is. Kedves nézőink, a következő riportban olyan helyszíneket keresünk fel Erdélyben, amelyhez valamilyen jeles esemény, fontos történés kötődik, még akkor is, ha ez első pillantásra nem nyilvánvaló. Ezúttal nagy csaták helyszínein bókláztak kollégáink. Vidékünkön sehol sincs annyi romos, elhagyatott régi templom, mint Dél-Erdélyben, a Maros völgyében, a mai Fehér és Hunyad megyék falvaiban. Pedig történészek egybehangzó véleménye szerint ez volt az a vidék, ahol a honfoglaló magyarok először megtelepedtek itt, az erdőn túli tartományban, azaz Transzilvániában. És innen rajzottak tovább a tartomány belseje felé. Csak hogy ez az a vidék, amelyet a legkönnyebben elért és pusztított az Erdélybe betörő ellenség is. Hunyad és Fehér megyék határvidékén, a Marostól északra, Alsóbukaj határában régi templomrom áll. 100 évvel ezelőtt állt még a templomhajó falából is valamennyi, ma már csak a toronyromjai láthatók. Faragatlan köveiből, építési módjából adódóan a szakemberek feltételezik, hogy jóval az egész Kelet-Európát elpusztító 1241-es mongol betörés előtt épülhetett, ám erről írott forrás nem maradt fenn semmi. Csak sejthető, hogy már ekkor elpusztulhatott, hisz a későbbi egyébként nagyon gyér írott források is már egy nagyon megfogyatkozott magyar, illetve katolikus közösséget sejtetnek. Hogy még ezek az elhagyatott, szinte gazdátlanná vált romok is kulturális örökségünk részei,
Ezt jól példázza a közeli Kémind ugyancsak nagyon régi temploma. Ennek a felújításakor derült ki, hogy falain középkori falfestmények találhatók. A mennybe menetel, vagy a lelkek pokolra kerülésének jelenetein kívül a három magyar szent király, Szent István, Szent Imre és Szent László alakja. És a dátum 1482. A művészettörténészek szerint példal nélkül való az, hogy a szentek nevei egyhajtan katolikus, majd református templomban cirill betűs felirattal legyenek ellátva. Hát nem lett volna kár és vétek mindezt veszni, hagyni. A megfogyatkozott helyi hívek hiány nekünk hátramaradottaknak lenne kötelességünk megőrizni, számba venni legalább az örökséget. Már ami még belőle megmaradt. És nem csupán a pusztulást saromokat. Kémind és Alsó-Bokaj között a Maros déli partján jókora termékeny síkterület található, a kenyérmező. Itt zajlott 1479. október 13-án Erdély történelmének egyik legdiadalmasabb csatája, Bátori István erdélyi vajda csapata és a tartomány déli felét elpusztító, végigrabló török sereg között. Jeléül annak, hogy eleink nem csak elszenvedték az ellenség dúlását, hanem alkalomattán a török is ugyancsak megszenvedte, ha ide merészkedett. A kenyérmezei ütközet vitathatatlan hőse Kinizsi Pál temesi ispán. A történészek legendának tartják azt, hogy Kinizsi pont a csata forgatagában érkezett volna meg csapatai élén, és így döntötte el az ütközet sorsát. A törökök gazdag zsákmányukkal már hazafelé tartottak, amikor Bátori Vajda és Kinizsi Pál csapatai felbukkantak a nyomukban. A hadtörténészek szerint a csatára valahol itt, Alkenyér, mai nevén Sibot határában került sor. A törökök már hazafelé készülődtek, az erdélyi tábor körülbelül ebből az irányból jött. Középen a derékhadat Bátori István vajda vezette, Kinizsi Pál temesi bán, a jobb szárnyon valahol a Maros közelében foglalt helyet. Bátorival szemben Isza Bék csapatai, Kinizsi Pál páncélosaival szemben Ali Bék lovasai álltak. Kezdetben a törökök nagyon megszorongatták az erdélyi hadakat, maga Bátori István vajda is leesett a lováról, megsebesült. Hanem eközben Kinizsi Pál páncélosai megfutamították a neki kiosztott török csapatokat, Ali Bék lovasait, majd oldalba kapták a török derékhadat. A már-már diadalt ünneplő törökök a váratlan támadástól megfutamodtak. A csatáról feljegyezték, hogy déli egy óratájt kezdődött és 4 órán át tartott. Maga Kinizsi mondta volt, hogy ennél öldöklőbbet nem tapasztalt. A törökök hadifoglyaikat s a rabló zsákmányt hátrahagyva menekültek, és a vereség nyomán évtizedekig nem mertek Erdélybe betörni. A kenyérmezei csata emlékére Bátori István kápolnát emeltetett a harcmezőn. Az idők folyamán vagy a szászvárosiak, vagy a közeli birtokosok gondoskodtak kegyeletből a csata helyszínének, illetve a tömegsíroknak a megjelöléséről. Egy ilyen kápolnát Jókai Mór erdélyi útja során még látott és le is rajzolt. És miután ez is elpusztult, az alkenyéri állomás közelében 1889-ben állítottak egy emlékoszlopot.
Ennek magyar feliratát pedig 1936-ban aktualizálták. Az oszlop tetején levő páncélos alak állítólag maga Kinizsi Pál. Arca nem látszik, mert Kinizsiről egykorú ábrázolás nem maradt fenn. Minden utólagos, róla készült kép természetesen a képzelet szüleménye. Ami azt illeti, nem csak Kinizsi Pálról nem maradt ránk hiteles ábrázolás. Erdély vajdájáról, utóbb Magyarország kormányzójáról, Hunyadi Jánosról sincs arckép. Legkorábbi ábrázolása az 1488-ban kiadott Túróci krónika lapjairól ismert, de ez is jóval a törökverő hős halála után készült. Ennek legalább az öltözéke bizonyára hiteles. A többi kevésbé közismert ábrázolás mind-mind későbbi korok műve. Egyébként kevesen tudják, hogy Hunyadi János első nagy diadalait a török ellen épp itt, Erdélyben aratta. Az 1442. március 18-án vívott csata helyszíne itt, Gyulafehérvár közelében, a Borbánd és Maros Szent Imre között levő mező volt. Paradoxon, hogy Hunyadi János a törökverő csaták hőse, első erdélyi csatáját itt, Maros Szent Imrénél elvesztette. Az történt, hogy Mezid végserege a Maros felső folyása mentéről érkezett, zsákmánnyal megrakodva. Gyulafehérvár vára előtt Hunyadi János, akit akkoriban nevezte ki erdélyi vajdának, és Lépes György püspök csapata útjukat állta. Megütköztek. Hanem a török sereg egy része a közeli hegyek védelme alatt az erdélyiek bekerítésére indult. Hunyadi észrevette a mozdulatot, csapatával meghátrált, s bár megsebesült, sikerült visszavonulni a Gyulafehérvár falai mögé. Hanem a püspök megkésett, s amikor menekülés közben az ompolyon átugratott, lováról leesett, az üldözők pedig felkoncolták. Gyulafehérvár határában, ott, ahol Lépes György erdélyi püspök hősi halált halt, már az első részletesebb térképek egy kápolnát vagy emlékkeresztet jelölnek. Egy emlékkereszt egész napjaikig fennmaradt, átvészelve az idők viszontagságait. Csak hogy időközben terjeszkedett a város, házai elérték a hajdani csatatér peremét is. Ha nem, még van, aki meg tudja mutatni, hol állt Lépes György püspök emlékkeresztje. Egy magánudvarban volt az érsekség, meg 2013 nyarán megegyezett a tulajdonossal, a telek tulajdonosával, aki adományként az érsekségnek hagyta a keresztet. És az érsekség? Az érsekség a keresztet a teológia udvarán fogja felállítani. Megnézhetjük? Igen. A hősi halált halt Lépes György püspök kőkeresztje immár biztonságos helyen a teológia udvarán felállításra vár. Hunyadi János nem lett volna az, akit a történelemből ismerünk, ha belenyugodott volna a Maros Szent Imrei vereségbe. Napokon belül a győztes Mezid Bég után eredt, aki a gazdag kereskedőváros Nagyszebent kifosztását tervelte ki. Az ütközetre március 25-én került sor, alig egy héttel a Maros Szent Imrei csata után, Nagyszeben közelében, valahol itt, Kistorony falu határában. Nagyszebent ugyanis erős falak, bástyák védték, és fegyverforgatásban gyakorlott 100 polgárság. Nem lehetett a város simán lerohanni. Közben az ostromlók hátában megjelent Hunyadi serege. A későbbi krónikások feljegyezték, hogy Mezid Bég nem aggódott.
Tudta, hogy az erdélyi sereg legfőbb erőssége maga a fővezér Hunyadi János. Nagy jutalmat tűzött ki hát az erdélyi vajda fejére. A hírt megtudta maga Hunyadi is, és hadicsád gondolt ki. Az egyik... Kedves nézőink, a megszakítás után folytatjuk az Erdélyben bóklászva sorozat harmadik részét. Nagyszebent ugyanis erős falak, bástyák védték, és fegyverforgatásban gyakorlott 100 polgárság. Nem lehetett a város simán lerohanni. Közben az ostromlók hátában megjelent Hunyadi serege. A későbbi krónikások feljegyezték, hogy Mezitbék nem aggódott. Tudta, hogy az erdélyi sereg legfőbb erőssége maga a fővezér Hunyadi János. Nagy jutalmat tűzött ki hát az erdélyi vajda fejére. A hírt megtudta maga Hunyadi is, és hadicsád gondolt ki. Az egyik önként jelentkező vitéze, Kemény Simon, magára öltötte Hunyadi jól ismert címeres páncélzatát, és a mellé adott kis csapattal magára vonta a támadó törökök dühét. Miközben maga Hunyadi a sereg más részével váratlanul átkarolta a törököket, és a szászok is kirohantak falaik mögül az ellenségre. A diadal teljes volt. A hagyomány szerint a szebeni csatában kezéhez jutott hadizsákmányból újítatta fel Hunyadi János a Maros Szent Imrei templomot. Maga a templom szerkezet is alátámasztja a hagyományt. Látszik a régi templom némely eleme, például ez a jó állapotban fennmaradt félköríves, faragott köves bejárat, amelyet elfalasztak, alig hanem akkor, amikor a templomot immár Hunyadi korában az akkor divatozó gótikus stílusban átépítették. A közeli tövis katolikus templomát egyértelműen a hadizsákmányból építette Hunyadi János. Gótikus templom nyugati főbejárata fölött, a Hunyadi címer alatt latin betűs felirat van. Azt írja, hogy Anno Domini, római számokkal 1449, majd Johannes de Hunyad, Regni Hungariae gubernator. Azaz, az úr 1449. esztendejében Hunyadi János Magyarország kormányzója. Tornya a ferences hagyományokhoz hűen a szentély mellett áll. Hunyadi ugyanis ferenceseket telepít a templomhoz csatlakozó kolostor épületbe. A szerzetesek egy évszázadig maradhattak itt, amikor a reformáció vagy a török támadások következtében elhagyják a kolostort. Az épületekre pusztulás vár. A gotikus boltozatok beomlanak, és a templom 1701-ig fedél nélkül küszködik az idővel. Ekkor egy katolikus főúr Apor István hozatja helyre, megmentve az enyészettől. Hanem az 1442-es esztendő nagyon mozgalmas időszak volt Hunyadi János számára. Márciusban még Maros Szent Imrénél és Nagyszebennél csatázik a törökkel, a nyár beköszöntével pedig egy újabb török hadsereg támadt Erdélyre. Hanem a vajda ezúttal nem engedi be őket az országba, hanem az erdélyi Vaskapunál, azaz Hátszeg és Karánsebes között útjukat állja. Itt történik meg az a csoda, hogy az erdélyiek nem csak megállítanak egy 5-6 szoros túlerőben levő török sereget, hanem be is kerítik, és jó részt meg is semmisítik a támadókat.
így kell ezt csinálni. Amíg Hunyadi János a főerőt élén a völgyben megütközik a törökkel, és heves csatározás nyomán visszaszorul, gyalogsága két oldalt a hegyeken, a török oldalába és hátába kerül, majd egyszerre zúdul rájuk minden oldalról. A völgyben összeszorult ellenség immár se ellenállni nem tud, sem menekülni a katlamból. Hanem Hunyadi ezután sem pihen babérjain. Csapatai élén betör Havasalföldre, ahol a Jalomica mellett ütközik meg ismét a törökkel, majd a következő évben átkel a Dunán és a Balkánon zaklatja tovább őket. Erdély egyelőre biztonságban van. A vaskapui diadal emlékére 1896-ban egy jókora ércbuzogányt helyeztek el a csata helyszínének közelében az országút mentén. A vidék apraja nagyja jelen volt az eseményen. Az emlékmű itt, ezen a helyen állhatott, amint azt néhány régi fotó is bizonyítja. A buzogány helyét egyébként pár évvel ezelőtt a magyar adás számára le is filmeztük. Az emlékmű alapjának egy darabja itt az országúti parkolóban még megvan. ...1896-ban a vaskapui ércbuzogány elhelyezésével egy időben, Petrozsény közelében, Zsilvajdei vulkányban is felavattak egy hasonló emlékművet. A hajdani vámhivatal előtti téren. Itt is átjáró volt a Havason, itt erre is bebetört a török, itt is kellett harcolni ellene. Az 1980-as évek buldózeres városrendezése tett be a vulkáni buzogánynak. Csak ez a betondarab maradt belőle, az alapjából. Jól meg volt csinálva. Hunyadi János, a törökverő hős, 1456. augusztus 11-én vesztette életét Nándorfehérvárnál, az ostrom után kitört pestis járványban. Erdélyben, Gyulafehérvárt, a Székesegyházban helyezték örök nyugalomra. Mint megfigyelhető, a szarkofág ütött, kopott csonka. Az Erdélyt felduló és a Székesegyházat is kiraboló törökök meg tatárok kezenyoma ez. Bántotta a szemüket, az önérzetüket, vagy miüket, a szarkofág oldalán levő dombolmű is. A keresztény harcosok csapata, valamint az előttük vonuló, hátra kötött kezű turbánosok sora. Megpróbálták eltüntetni őket. Pedig a honvédő hős ekkor már nagyon rég halott volt. A marosvásárhelyi születésű Bende Zsolt jazzmuzsikus Bostonban hangszerelést és zeneszerzést tanult. Együttesével, a Bende Zsolt kvartettel évek óta európai turnékon népszerűsítik a mainstream jazzt.
Gyakran koncerteznek Erdélyben is, de Bukarestben is jártak. 2013-ban találkoztunk velük, amikor a Balassi Intézet bukaresti kulturális központjának szervezésében a főváros egyik nevezetes jazzklubjában is felléptek. Egyúttal ellátogattak a Román Televízió központi stúdiójába is, ahol zenei felvétel készült velük. Ebből láthatnak most egy részletet. Thank you.
Kedves nézőink, adásunk első részének végéhez értünk, de nem sokára folytatjuk műsorunkat. Negyed óra múlva a reklám és a román nyelvű híradó után a heti krónikával várjuk Önöket, és egy csendes sportról szóló hangulatriportot is láthatnak. Tehát 16 óra 5 perckor jövünk a második résszel, addig is viszontlátásra. Köszöntöm újra a nézőinket, és külön üdvözlöm azokat is, akik most kapcsolódnak műsorunkba. Mai adásunk második részében egy téli horgászversenyt mutatunk be, előtte azonban a heti krónika rovatunk következik. Lássuk tehát az elmúlt hét közéleti eseményeit. Jó napot kívánok, Önök a heti krónikát látják. A szenátus elfogadott egy törvénytervezetet, amely megteremti a közművesítési munkálatok folytatását a szigorú oltalom alatt álló erdőkben is. A kezdeményezés ellen erélyesen tiltakoznak a természetvédők és a Román Akadémia. Mindenről nem sokára a heti krónikában, előtte azonban beszámolunk a magyarság múlt heti ünnepének, március 15-ének szentelt rendezvényekről, és az ünnepet némileg beárnyékoló prefektusi intézkedésekről a Székelyföldön. Bátra ki a jövő, ez volt idén a március 15-i ünnepségek mottója. Az 1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulójának szentelt rendezvények egyrészt a közelgő magyarországi választások, másrészt a Romániában felerősödő magyar ellenesség jegyeitől sem voltak mentesek. Sepsiszentgyörgyön már napokkal az ünnep előtt kihelyezték a piros-fehér-zöld lobogókat, illetve szallagokat. A Kovászna megyei prefektusnak ez rögtön szemet szúrt, és a zászlótörvény megsértésére hivatkozva a maximálisan kiszabható 5000 lejes bírsággal sújtotta a város vezetőjét, majd március 15-én az ünnepnapján ezt újabb 5000 lejes büntetéssel tetőzte. A zászlók kifüggesztése miatt más, Hargita és Kovászna megyei önkormányzatokat is megbüntettek. A két Székely megye prefektusai a zászlótörvény szellemében jártak el, amely szerint más állam lobogója mellé kötelező kitenni a román zászlót is, de figyelmen kívül hagyták azt a 2001-ben kelt kormányhatározatot, amely szabad szimbólum használatot biztosít a kisebbségek számára. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester rögtön bejelentette, hogy megfellebbezi a bírságot, a március 15-i rendezvényeket pedig az eredeti forgatókönyv szerint a tervezett díszlettel folytatják le. A városvezető ünnepi beszédét is a zászlók körül újra kirobbant botrányra utalva indította. Ugye milyen szépek ezek a zászlók? Milyen szépen lobognak itt a szélben? És mégis vannak, akiket ez zavar. Pedig ezek a zászlók 170 évvel ezelőtt is itt lobogtak már, és a rendszerváltás óta mindig kitűzzük nemzeti szimbólumainkat március 15-én. De úgy látszik, hogy a centenárium évében még ezt a jogunkat is elvitatnák tőlünk. Mivel tavaly bekérte az ügyészség az ünnepi beszédemet, ezúttal időben gondoskodtam arról, hogy lefordítassam románra, biztos vagyok benne, hogy idén is bekérik. Kolozsváron az 1848-as forradalom 170. évfordulójának szentelt rendezvénysorozat március 14-én a magyar főkonzulátus által szervezett gála műsorral indult. A Magyar Operában szervezett rendezvény díszvendége Semjén Zsolt, Magyarország nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettese volt, aki beszédében az állampolgárság kiterjesztésének előnyeiről és az ebből fakadó jóvátételről beszélt, kiemelve, hogy ez a szavazati jogra is vonatkozik. A kolozsvári ünnepség március 15-én fokozott csendőri felügyelettel, de méltóság teljesen incidensek nélkül zajlott. Csak az jöjjön katonának, aki ilyen szent.
Az idén máshol sem zavarták ellenrendezvények az ünnepet, csak Bukarestben hirdetett tüntetést a Noah Drapta párt, amelynek maroknyi szimpatizánsa Magyarország nagykövetsége előtt fenyegette meg az autonómia törekvések követőit. A hangos, de kisméretű ellenrendezvény hamar véget ért. Magyarország bukaresti nagykövete Zákonyi Botond március 15-én Szatmárnémetiben ünnepelt, ahol felavatták Széchenyi István szobrát. Az idei erdélyi rendezvénysorozat központi helyszínén is szóba kerültek, a Sepsiszentgyörgyön és más székelyföldi városokban történtek. Ünnepi beszédében Kelemen Hunor RMDSZ elnök kitért arra, hogy jelenleg Románia nemhogy nem modellértékű ország a nyelvi és nemzeti kisebbségi jogok biztosításában, hanem egyenesen visszalépés állapítható meg ezen a téren. A szövetségi elnök felkérte a kormányt, a miniszterelnököt és a belügyminisztert, hogy állítsák meg a hargitai és kovásznai prefektusok ámokfutását, akik a zászlók kitűzése miatt polgármestereket büntetnek. 2018 kellene az az esztendő legyen, amikor néhány kérdésben a romániai társadalom egy olyan párbeszédet folytat, ami a jövőről szóló megállapodásra irányul, összegezte az RMDSZ elnöke. Március 15-én a párbeszéd és a közös erőfeszítések szükségességét említette Via Ricardon Csilla kormányfő is, aki rövid üzenetben köszöntötte az ünneplő magyarságot, a centenárium kapcsán kiemelve a kisebbségek hozzájárulását az ország kulturális örökségéhez. Klaus Johannis államfő ezúttal sem küldött üdvözlőbeszédet az ünneplőknek. S végezetül említsük meg azt is, hogy a szenátus tavaly novemberben elsöprő többséggel elutasította a március 15-ét hivatalos ünneppé nyilvánító RMDSZ-es tervezetet. A szenátus már elfogadta, és jelenleg a képviselőház asztalán van az a törvénytervezet, amely lehetővé tenné, hogy a szűzés szigorúan védett erdők területén is folyhassanak közművesítési munkálatok. A lépés ellen erélyesen tiltakoznak a természetvédők, de a Román Akadémia is a tervezet mielőbbi visszavonását kéri. A kezdeményezést támogató Táncos Barna szenátort arról kérdeztük, hogy az RMDSZ milyen érvek alapján döntött úgy, hogy megszavazza a tervezetet. A parlament felsőháza február 21-én szavazott a közszolgáltatásokra vonatkozó törvény módosításáról. A változás lényege, hogy lehetőséget teremt arra, hogy közművesítés céljából végleg kivegyenek az erdészeti alapból olyan területeket is, ahol szűz, tehát szigorúan védett erdők vannak. A kezdeményezés a fő kormánypárt a PSD részéről indult, de a Mentsük meg Romániát szövetségen kívül minden alakulat, tehát az RMDSZ is támogatta. Úgy döntöttünk, hogy támogatjuk azt a kezdeményezést, amely szerint kizárólag infrastruktúra fejlesztésre lehet csökkenteni az illető területeknek a nagyságát, akár a szűzerdőknek, akár a nemzeti parkokban levő erdőknek. Azt kell tudni erről, hogy semmiképpen se sípályák, nem hétvégi házak, és nem más típusú építkezés, vagy más célra történő építkezés folyik ott majd, hanem kimondottan, ha útra van szükség, akkor útra fognak kivenni az erdő alapból területet. Ha arra van szükség, hogy ideiglenesen felássák, vezetékeket helyezzenek el, akár víz, akár csatornahálózatra, és utána ugyanolyan körülmények között visszaadják az erdő alapnak a területeket, akkor erről van szó. Ha villamos vezetékeket kell felállítani, akkor esetleg arról van szó. Tehát arról szól a történet, hogy egyetértünk ki azzal, hogy bizonyos településeket elítéljünk, és 18-19. Századi körülményekre ítéljük, míg a világ és két nap csak azért, mert a fejük fölött valamikor valaki úgy döntött, hogy azok a területek nemzeti park, vagy szűzerdő, vagy Natura 2000-es területek, vagy pedig megengedjük a minimális intervenciót, a minimális közbe a beavatkozást, és lehetővé tesszük ezeknek a településeknek a közművesítését. A főbb természetvédő szervezetek szerint azonban nincs garancia arra, hogy a majdani beavatkozások minimálisak lesznek, és a fő probléma pedig az, hogy a módosítás lehetőséget teremt különféle munkálatok elkezdésére
a szigorú oltalom alatt álló erdőkben, vagyis olyan természetvédelmi területeken is, amelyeket épp azért hoztak létre, hogy megóvják őket az emberi behatásoktól. Az úgynevezett szűzerdők az ország 6,5 millió hektáros erdős területének 2%-át teszik ki, és nehezen megközelíthető helyeken találhatóak a lakott településektől viszonylag nagy távolságra. Azaz olyan helyeken, ahol a közművesítés és minden, amit ez jelent, vezetékek elhelyezése, utaképítése, karbantartása nem mindennapos feladat. A szűzerdő fogalma az egy jól hangzó, de számomra, aki nem vagyok megrögzött zöldpárti, egy érdekes dolog, hisz azt kell látnunk, hogy emberi beavatkozás nélkül nagyon sok esetben a természetes területek azok tönkremennek. Ha betegségek érik, hogyha különböző problémák, tüzesetek, tűzvész történik, stb., akkor nagyon el kell gondolkozni azon, hogy mit jelent az emberi beavatkozás, hogy ez kártékony-e, vagy nem. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy vannak esetek, amikor meg kell tiltani de facto az erdőkitermelést, hagyni kell a természetet, hogy érintetlen legyen, és erre vannak példák Romániában, azonban az emberi beavatkozás nagyon sok esetben pozitív, és ezeket teljes mértékben nem szabad kizárni. Nem kerülnek ki az országos erdő alapból, kizárólag kis sávok, kis területekről van szó, útmenti területek, hogyha például egy útszélesítésről van szó, és ahhoz, hogy az utat meg lehessen építeni, szükség van egy méteres, két méteres sávra, hogy kiszélesítsék azt az útnak szükséges területet, vagy hogyha egy vezeték lefektetéséhez ideiglenesen építkezési engedélyt kell oda a területre kibocsájtani. A szűzerdőket érintő kezdeményezés ellen a Román Akadémia szakértői is felszólaltak. Az intézmény nyílt levélben kéri a parlamenttől, hogy vonja vissza a tervezetet. Az akadémia tagjai felhívják a figyelmet arra, hogy a közszolgáltatásokra vonatkozó jogszabály ilyetén módosítása ellentmond a természetvédelmi törvényeknek, a nemzeti parkok működési szabályzatának, de az uniós törvénykezésnek is, mivel igenis kiskaput jelent és alkalmat teremthet a szigorúan védett erdők felelőtlen kitermelésére, illetve ritkítására. Én biztos vagyok abban, hogy akkor, amikor egy építkezési engedély kibocsátása kerül ezeken a területeken, akkor az nem történik meg hatástanulmány nélkül. Ez a feladatuk azoknak a zöldeknek, azoknak a szakhatóságoknak, azoknak a hozzáértő személyeknek, akiknek feladatuk vagy hivatásuk, életcéljuk ezeknek az erdőknek a védelme. Biztos vagyok benne, hogy nem fog egyetlen építkezési engedélye kibocsátása kerülni hatástanulmány nélkül, és akkor olyan feltételeket kell támasztani, olyan intézkedéseket kell kötelezővé tenni, amelyek biztosítják azt, hogy nem bolygatják meg a szűzerdőket. A szűzerdőnek a megbolygatása nem megy annyira könnyen, a természet az erős, és egy ilyen beavatkozás biztos vagyok benne, hogy semmiféle kárt nem fog okozni a természetben. Hogy a szenátus által elfogadott, a képviselőház által még nem tárgyalt tervezetnek pontosan milyen hatásai is lehetnek, azt tehát nem tudni még. Az viszont tény, hogy immár évtizedek óta országszerte felelőtlen erdőkitermelés folyik. A letarolt dombok, hegyoldalak látványa mindennapossá vált. És ez még csak nem is mindig törvénytelen. A törvénykezés nem engedékeny, sőt, kimondottan szigorú. Ettől függetlenül vannak erdőlopások, amelyek ellen fel kell lépjenek a hatóságok. Vannak természetesen olyan helyzetek is, amikor a hatóságok köszönhetően történnek, vagy az ő közbenjárására történnek ezek a problémák. Én azt mondom, hogy az általánosítás az nagy tévedés minden esetben. Általánosítani nem szabad és nem lehet egy jól dolgozó szakszerű erdőgazdálkodást végző Csíkszentkirályi közbirtokosságot sem, például, hogy konkrét példát mondjak, ugyanakkor nem általánosítható az se, hogy minden egyes kivágott fa lopott fa. Hogy lopják az erdőt, már szinte közhely számba menő szlogen. Az utóbbi években hozott rendelkezések a fát szállító fuvarozók radarral való és egyébként nem mindig hatékony követése, a büntetések növelése, a kitermelés feltételeinek a szigorítása sem hozta hát el azt, hogy felelős, tudatos, előrelátó gazdálkodás folyjon az országban.
Idén például azoknak, akik nem kitermelők, akik nem nagy felhasználók, hanem épp azoknak, akiknek a fallét szükséglet, és ma is kizárólag fával fűtenek. Ráadásul az ország leghidegebb régióiban, például a Székelyföldön élnek, szembesülniük kellett a tűzifa árának hirtelen és számottevő növekedésével. A szigorú erdővédelmi és erdőkitermelési szabályok mindenképpen ahhoz vezettek, többek között az erdőradar is, hogy kevesebb, kisebb mennyiségű fa került hivatalosan a piacra, és abban a pillanatban, ahogy az ajánlat csökkent, a kereslet pedig azonos maradt, áremelkedéshez vezetett, ez kétségtelen. Közeledünk azokhoz az országokhoz, ahol a fa az szinte luxuscikk tűzifa szempontjából, és ez sajnos, ez a tendencia, ez marad. Az erdőkitermelés az egy gazdasági tevékenység mindenütt a világon, kivéve azokat a természetvédelmi területeket, amelyekről az előbb is beszéltünk, és a hatóságok feladata az, hogy ezt a gazdasági tevékenységet szűk mederbe szorítsák, minél inkább visszaszorítva a falopást és a törvénytelen fakivágást. A fakitermelés tehát gazdasági tevékenység. Az erdőgazdálkodásnak viszont tán nem annak kellene lennie. Valamivel gazdálkodni ugye nem azt jelenti, hogy túladni rajta, és főként nem azt, hogy megsemmisíteni, hanem azt, hogy okosan, körültekintően védeni, megőrizni. Lehetőleg úgy, hogy mindenkinek hasznára váljék. Nem csak az erdőtulajdonosnak, a kitermelőknek, kereskedőknek, építőknek, szállítóknak, feldolgozóknak. Az erdő és általában az egészséges környezet ugyanis mindenkinek alkotmányos joga. Mint ahogy alkotmányos előírás az is, hogy az államnak biztosítania kell, hogy ezt a jogát mindenki mindenkoron élvezhesse. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket! Heti krónikával jövő hétfőn jelentkezünk újból. Nézzék a magyar adást addig is, viszontlátásra! Kedves nézőink, ezekben a napokban újra bekeményített a tél, de reméljük már nem tart sokáig az ereje, és Sándor József Benedek elhozzák nem sokára a tavaszt. Emlékezzenek csak, február végén is a tél komolyan megpróbált bennünket, ám a zord időjárással dacolt több tucatnyi ember, akik kimertek állni hobbiukért még egy fagyos időszakban is, és megjelentek február 25-én a Gyergyószentmiklósi Vadász és Sporthorgász Egyesület által szervezett téli horgászversenyen. Bár a második gyilkostókupára Erdély különböző településeiről is érkeztek résztvevők, a tavalyihoz képest idén mégis kisebb volt a létszám, kevesebb a kifogott hal, de annál nagyobb a lelkesedés és a jó hangulat. Az eseményről kollégáink hangulatriportot készítettek. Egyes horogadunk az esélyt a halnak is. Szeretettel köszöntök mindenkit a második Gyilkostó Kupa nevezetű léghorgász versenyen. Örömmel látom, hogy megint szép számba veszünk részt a versenyen, annak ellenére, hogy az időjárási körülmények elég elkeserítőek voltak még a tegnap, de úgy látom, hogy a lelkes horgászok, akik ma részt vesznek ezen a versenyen, nem ijedtek meg ezektől a körülményektől. A jégvastagság mondjuk 30 centi, tehát szerintem ebből problémák nem fognak adódni, hogy beszakadattunk vagy nem, de azért legyünk figyelemmel a társainkra. A szabályzat a következő, tehát mindenki ott horgászik, ahol neki a legjobban tetszik, mindenki szabadon választhatja meg a helyet, ahol béket fúr és horgászni szeretne. Egymástól 5 méter távolságot tartsunk meg. A
gyilkostóból kiálló csutakok közelében ne fúrjunk léket. Erre szeretnék kérni mindenkit, mert a csutakok körül a jégvastagság nem ugyanaz, mint máshol, tehát vékonyabb a jég, ne balesetet azt, hogy lehet kerüljük ki. Csalit tekintve mindenféle élő vagy műcsalival lehet horgászni. A fogható halak, amire ma számítunk, a sügér, a bodorka és a csuka. Ha a pisztrángot fog valaki, akkor rögtön szóljon, jelezze a jégen tartózkodó bíráknak, akik rögtön oda mennek és lemérik a halat, mérlegeli, és utána visszaengedjük a légbe. Kell éltetni a halat. Éltetni kell a halat, verseny végig. Itt fogunk mérlegelni. A mérlegelés itt fog történni, tehát a verseny az... Vödörbe kell legyen. Vödörbe, vízbe. A verseny az 10 órától 2-ig tart. 2-kor minden horgász megkérünk, hogy felszereléstől jön a helyszínre. Itt mérlegeljük a halat. Mérlegelés után, amíg a virág kidolgozzák az eredmény, és az eredmény hirdetésre sor kerül, addig meg lehet kóstolni kicsiség a főztjét, úgyhogy én nem kívánok semmit, mindenkinek örüljön a bot. Start! Ha itt a fém, aki de fém, a horgás szíve mit remél? Búsan hallgatom, a cokva nótázja, sóhajtózik a nagy horgás. Nagyon rikkad, mi lettem, ho-ho-ho-ho-ho, megint csak ho-ho-ho-ho. Mi lettem én, városlakó, jaj, teljes kávé, kortyoló. És nincs most hal, csak kolbász, jaj, neked nagy horgás. Városbéli, kufányok, javajások, gyötör a láz. Fületek is sátok gyorsan, hallgassátok, amit most néktek, hallgassátok, amit most néktek, eldalul a ho-ho-ho nagy horgász. Gyerekkorom óta horgászom, de nem igazán járok léghorgászni, most tavaly voltam, most is eljöttem, próbálkozunk, eljöttünk, baráti társaság, hétvége, mindent kihasználunk ilyenkor egybe. És még reményeink szerint még valami jön is, ha nem sok, ha egy, ha kettő, már az is öröm, már az is boldogság. Hát mi az igaz-e, hogy csendbe kell lenni, hogy kapjanak a halat? Az nem igaz, nem. Hát ez a dörömbölés az nem jó, de hát... Állítólag a halnak 2 perces memóriája van, úgyhogy ha elmegy, akkor vissza is jön. Tegnap is, mikor fogtuk a kicsi halakot, összerontottunk mindent, kiúztuk az ágat a vízbe, úgyis fogtunk utána. Amivel idejöttünk, hogy fogjunk nagy halat. Értem, akkor most nagy halra vadásznak. Hát igen, megpróbáljuk. Nem biztos, hogy lesz szerencse, de reménykedünk. Hogy helyet keresnek, léket fúrnak, utána mi történik? Ha próbáljuk megfogni a halat, mikor megkeressük a helyet, ha tudunk fogni, akkor reménykedünk, hogy valamit tudunk nyerni is, és toporzékon várjuk a kapást. Jó, megfázom. Ami léket vágunk, az vissza is fagy pillanatok alatt. Másik az, hogy nem látjuk, hogy hol halászunk éppenséggel, most a nagy hó miatt nem látjuk, hogy hol van csutak, hol van egy bokor vagy valami. De ugyanakkor ilyen szempontból könnyebb is, mint mondjuk nyáron, mert nem a partról, hanem oda megyünk, ahol akarunk, éppen a víz tetején.
Az úgy látszik távolról, hogyha valaki kezdő vagy profi? Hát igen, mi is csak olyan kezdő, én hobbi horgászok vagyunk, úgyhogy nem mindenünk a horgászat, de néha. Szerintem többen szeretik a horgászat, mihogy tudnak is. Inkább én szeretik. Nem mondom magamról azt, hogy tudok horgászni, csinálom, ahogy én gondolom. Mióta horgászik? Szinte mióta megszülettem, azóta. 60-75 éve. Nem, elnézést, nem 75 éve, 75 éves vagyok, de 65 éve már horgászok. Kitől tanulta? Édesapámtól. Nem horgászok olyan régóta, egy olyan 5 éve, így többet. És én nem is szeretem, élvezem, ahogy halat fáraszthatom. Jó szórakozás, jó időtöltés. Addig is családommal vagyok, hogyha úgy megyünk el. Én például az őszintesség ilyen idag és természetű vagyok inkább. De ahol fogok, ha nem, úgyis mindegy. Jó, kikapcsolódok. Nyáron elmegyünk, ülünk, egy-két sört megiszok. Max halászat közben. Vagy fédélre, vagy fenekészek, vagy úszóra szoktam. Én nem mondanám, hogy ideges természetű. Hát aztán hamar felkapom a vizet, hamar felmérgelődök. Én így jól áll vagyok, ha fogok, ha nem, úgyis mindegy. Akkor itt nem mérgelődik? Nem. Annotrakok nem hozta így, hogy regyac a burátasi patrundás örázele szorulás, de rákom akkor zapad azt a igrő. Múl meg rőde peszkvítások, én tudom erik zsos. De știți cum e un proverb. Noi pescari suntem oameni nebuni, dar nebuni liniștiți. Lékészversenyen ez az első nekem, tehát ez úgymond premier. Amúgy versenyen kívül még jártam. Szintén hasonló ilyen gyenge eredménnyel, az igazság az, de hát amúgy más versenyeken nyáron általában részt veszek. Miért választja ezt a sportot, arra volnék kíváncsi? Hát ezt úgy mondanám én, hogy ez családi hagyomány. Tehát nekem édesapám felől a nagyapám is horgászolt, akkor ebben nyilván édesapám is csatlakozott, és akkor én voltam az, aki most átvett úgymond a stafétát, és majd remélem, hogy a kisfiam is fogja űzni. Én minden megteszek ennek az érdekében, hogy ez így menjen. Kim vagyunk a friss levegőn. A hétköznapi szürke, mindennapi munka után egy kicsi fagyoskodás. Önként vállalt fagyoskodás. Így igaz. Amit még fizetünk is érte, hogy fagyoskodhassunk. Ez szerintem szuper. Ugyanezt megcsináljuk nyáron is a melegbe. Akkor iszunk sört, most pálinkát iszunk belé. Szerz. Szia, csalit használ. Nem élő csalit, ezeket lehet fogni. Ja, ezeket fogta, érte. Igen. Jó. Tehát ez egy olyan horgászverseny, aki ennél nagyobb halat fel tud mutatni ezen a versenyen, az azt jelenti, hogy 5 óra hozta halat. Mert addig egy óra alatt fogtam 6 darabot, és nem megy. Ennyi. Ez van. Ez az istene most ére, az árva, szúnyuglárva. Ez az egyedüli csali, amit az ekkora hal is befalja. Hát ez a rendezvény tulajdonképpen a 2016 év végén jött spontán egy pár ambiciós horgásznak az indítványozásáról, és észrevettük azt, hogy
vannak olyan horgászok, a nyár végeztével nem akasszák cegre a horgászvezetés vagy a tarisznyát, hanem tovább próbálkoznak az időjárási viszontagságok ellenére és a halfogással. És jött egy pár ilyen ötlet, hogy mi lenne, hogyha megszerveznék egy téli horgászversenyt. Most a következő kérdés az volt, hogy jó, rendben van, de hol? Erre jött a gondolatunk, hogy ugye, ha itt van nekünk ez a természeti örökség, a gyilkostó, ami egy Európában, Közép-Európában egyedi természeti jelenség, ugye az egyetlen természetes völgyelzárodással képződött tó, akkor, és hal is van benne, akkor miért ne szerveznék meg itt ezt a horgászversenyt, ami különlegesnek számít nem csak gyergyói szinten, hanem Hargita megye, sőt Románia szinten is. Megszerveztük a tavaly február utolsó hétvégén ezt a versenyt, sokkal szebb időt kaptunk el mindebbe az évbe, de nagy sikerrel zártuk a versenyt a tavaly, 61 jelentkezővel, pozitív visszajelzések voltak mindenki részéről, örültek a rendezvénynek, örültek az újdonságnak, halat is fogtak, és igény volt arra, hogy ez idén is szervezzük meg, sőt most már szerintem a jövőre nézve minden éve meg fogjuk szervezni, már hagyományá fogjuk teremteni ezt a gyilkostó kupát. Sokan visszamondták a versenyt, tehát telefonon kaptunk visszajelzéseket, hogy végig is lemondják a versenyt, mert mínusz 17 fokban nincs kedve senkinek a jégen áldogálni. Ennek ellenére most is 41 versenyző összegyűlt, ami az én véleményem szerint egy elégséges szám az, hogy egy jó hangulatú versenyt lehessen bonyolítani. Ennyi, feladták a... Menjünk, de nincs itt. Akkor maguktól vették a halat. Hideg is van, ha sem mennyi. Maguktól vették meg a halat, Bence is válni. Jobb így, legalább marad jövőre. Maradjon egy kicsi jó így. Persze, így van. Na visszaállt, köszi. Horgászverseny ugye a gyilkostónál néhány évvel ezelőtt ez nem jöhetett volna létre. Hogy van ennek a története, hogy most már nyitott ez a dolog, már hogy lehet horgászni a tóban? Igazából a maga a tó egy olyan védelmi kategóriába tartozik, ahol horgászni tilos, de mivel egyes felelőtlen emberek különböző tájidegen halfajokat, csukasügér, keszekfélig edettek a tóba, ezért a Nemzeti Park Tudományos Tanácsa felhatalmazott minket, hogy engedélyezzük a horgászatot ezekre a tájidegen fajokra. Tehát aki piszrángot vagy esetleg ne talán pért fogna a tóba, az kötelezően rögtön vissza kell engedje. Ezek a fajokra nem is lehet célzottan horgászni. Ellenben ezekre a tájidegen csukasügér keszegre lehet az év bármely szakába méretkorlátozás nélkül. És így lehet horgászversenyt is szervezni. Most is, hogyha olyan mennyiségű halállományt fogtak itt a versenyzők, akkor azt is egy saját tavunkba, a baktai holtárokba szeretnénk betelepíteni. Tavaly is ugyanígy történt, a tavaly volt körülbelül 1500 bodorka, pár csuka, most létszámban 3-5 között. Idén úgy tudom, nincs csuka, de pont azért kerülök nehézségbe a legnagyobb hal díjkategóriájának a kiosztására. Szerettem volna, hogy bár egy legyen, úgy néz ki, hogy... De majd az asztalnál eldöntődik, hogy mi produkálódott a mai versenyen. Az idei versenyünk ennyi volt. Jöjjetek mérlegelni, jöjjenek mérlegelni! Thank you.
Hát a mai nap fogása az egy kicsit gyenge volt, mivel hogy az idő egy kicsit befolyásolt az egész horgászatot. Próbáltam taktikát váltani, szerencsés voltam. Fogtam egy gyönyörű bodorkát, vagyis vörös szárnyú keszeget, ahogy mi mondjuk. Egy gyönyörű piros szömit. Szerencsére össze is jött, hogy a legnagyobb haldíjat szerintem el is viszem ezzel. De muszáj meg elégedjünk ezzel a halfogással is. Ilyen időszakban ez már jó fogásnak számít. Jó fogás. Most igen. Gyíkostói és hal. Ekkora méretben. Mekkora van, egy 400 gram. 56. 560. Ez az te, szerúz! Tavaly részt vettem, nem jött össze a nyeremény, az idén szerencsével összejött. De elég nagy volt az aránya azoknak, akiknek nem sikerült fogni. Hát nekik nem volt akkor a szerencséjük. Tehát tényleg szerencséről szól az egész, hogy harraj, merre jár, pont oda furtál egy léket, ott vagy fölöttük, megfogod, ennyi. Tehát itt most a tudás az, hát a helyismeret azért számít valamennyire, de inkább a szerencse. Most pedig egy másik természetvédelmi területre megyünk, a Bagosi Brothers Company együttes társaságában. A zenekar 2016-ban az Óriások című daluk akusztikus változatát nem messze a Gyilkostótól, a Sugó barlangban vette fel. Egy nagy vászon mögé rejtesz, falra firkált, köd vagyok, szép a szádon a kő lehellet. Én papírnezéknek való vagyok, és jönnek majd az óriások, és ők tudják, hogy mit szabad. Ökörre mennek elha házhoz, hozzák azt az űrt meg zavart, hogyha szaladsz, akkor most állj meg. Állj meg, hogyha szaladsz, akkor most. Állj meg, hogyha szaladsz, akkor most. Állj meg, hogyha szaladsz, akkor most. Állj meg. Sorban állnak az egyik mormol, és belehajol az értelembe. A másik dönged, csendet parancsol, megágyazna ő az én fejemben. És egyre furcsább az íz a számban, és egyre nehezebb ezt rágni már. Még egy pillantás ebben a világban, és nem zavar már semmilyen határ, hogyha szaladsz, akkor most. Állj meg,
hallhatsz, akkor most. Állj meg, hogyha szaladsz, akkor most. Állj meg, hogyha szaladsz, akkor most. Állj meg, kedves nézőink, ma megemlékeztünk Váci Kálmán botanikusról, akinek holnap lesz születésének 105. évfordulója. Adásunkban továbbá régi csaták hűlt helyeit is felkerestük, és a horgászverseny bemutató riport előtt jelentkezett a közéletünk aktuális kérdéseivel foglalkozó heti krónika rovatunk is. Ennyi fért mai műsorunkba, de találkozunk holnap is, ugyanitt, ugyanekkor. További kellemes délután kívánok, a viszontlátásra! Mi a legrégebbi csillagászati eszköz? Mi a legrégebbi időmérő eszköz? Mi az, amivel az egyiptomiak, görögök, rómaiak vagy a középkorban az időt mérték? Miután állították be a toronyórák járását? És ma is ott díszelek templomtornyokon vagy a házakon? Emlékét megőrizve, most már a rendszerváltás óta minden évben megrendezzük az Erdély Helikon leszármazottainak a találkozóját. A kastély visszaszolgáltatás óta a kastélyban szervezzük mindezt meg, de az ő emlékére más Helikonnal kapcsolatos rendezvényeket is tartunk. A román irodalom magyar fordításának vaskos bibliográfiája kimutatja, egyetlen nép irodalmának sincs annyi kitűnően sikerült fordítása, mint a románnak magyar. Késett filmbemutató segítségével 35 évvel ezelőtti világba időutazhatott a szebeni Astra Film Fesztivál közönsége. Felszállhattak a szivárvány léggömbök, mi pedig elbeszélgethettünk a film ez alkalomra Ausztráliából hazalátogató rendezőjével, Demján Józseffel. A filmnek a újjá, hogy mondjam, születése megtörtént, talán egy fiatal generáció miatt, vagy egy fiatal generáció figyelme miatt. Ez persze, hogy hat rám. Először nem hiszem el, és aztán, amikor tényleg rájövök, hogy ez úgy volt, mert igazolják, akkor ez hat rám. Ez persze egy örömet jelent. De az idősebbek is felfedezhetik az egykori kedvencet, Széles Sándort. A falusi emberek és a neves színészek között. És viszont láthatják a 80-as évek groteszk helyzeteit.